És akkor 3 másodperc. Nézzük ezt a versenyfutást most a 8-18 oldaláról. Igen, ismét szaladnak. Úgy nézem, mintha a hóra nem ment volna ki közülük most egy játékos sem, bemennek a hátsó pontra, többen. Az FTP részéről ugyanazt láthatjuk, hogy a havon 3-an elindulnak. Míg a B pontra további 3 vagy 4 játékos küldnek, utolsó ember behúzta a hátsó pontot mind a két csapatnál. A B pontnál erős küzdelem fog kialakulni pillanatokon belül. Elég sok FTP-s játékos halt meg a B ponton, viszont ügyesen védték a lépcsőházat, ebbe a pillanatig is alulról feljött valaki, járba lőtte a toronynak az őrzőjét. Még van 2 pontot birtokol a 8-18. Próbálják felvenni a védekező pozíciót a B pont körül, viszont alul elestek a 8-18 játékosai, de amint elesett Pumpkizós Miska, már azonnal le is ugrott alulra, próbálja megakasztani, és fel is húzta Jucust, és próbálja megakasztani a két játékos az alul érkező armadát. Nézzük, mi van a többi ponton. A havon próbálják támadni a B pontot, fölül is vannak jó páran. Így van, a toronyból lövik a ajtón be szökni próbáló FTP-s játékosokat. Ahol is nagyon ügyesen védekeznek, nézzük meg a havat. Na, mindig fönn akar ez a nyomorult kamera. Nem egyszerű irányítani. Így van, 3-an is kempelnek kinn a havon, és lövöldözik le az FTP játékosait. Most nagyon jól védekezik a 8-18 a B ponton, úgy ahogy azt kell. Így van, és a benti részen, mintha csillapodott volna egy kicsikét a harc heve. Így van, itt nagyon nehéz bemenni az alsó részen, ezen a szűk folyosón, két játékos nagyon jól védi a bejáratot. Így van, a fönti részen egy FTP-s játékos található meg, alul 2, míg a havon. Jelen pillanatban úgy nézem, hogy még mindig a havon próbálkoznak erősebben az FTP-sek. És sikerült nekik átjutni a blokádon. Egy játékosuk szalad is tovább, ha jól látom, C pontra. Így van, egy pillanatra megállt, még ott a sziklán a barátját várta. Barátját? Hülye vagyok, a bajtársát. Így van. Ugyan megpróbálják meglőni a 8-18-asok a szökő ember, de már sikerült neki átjutni a blokádon. És meg is érkeznek a hátsó pontra nagy erőkkel. És újra itt a kis cellákba fog kialakulni komolyabb összetűzés a két csapat között. Itt az alsó szinten komoly vérengzés történik. Mindenhol halottak henteregnek. Na de úgy néz ki, hogy a 8-18-asok még azért beküldtek ide egy mediket, hát ha van még valaki, aki életben van. De nem tudott már megmenteni senkit, úgyhogy továbbra is ketten őrzik a pontot, és elindulnak ki a hóra. És ott már jönnek is szembe az FTP-s játékosok, akiknek a támadását itt sikerül derékba törni. Továbbra is 2 pontot birtokol a 8-18, és csúnyán pörgetik le az FTP játékosa, a FTP-nek a tiketjeit. A B pont alatt sikerült az FTP-nek megszöknie.
Így van, nagyon beleerősített a 8-18 erre a körre. Az alpont jön vissza az FTP-nek, úgy néz ki, hogy sikerül nekik elfoglalni. Ez az alpont? Nem, ez a C. Nem, még jó, hogy képbe vagyok, semmi gond. A képek magukért beszélnek, hál' Istennek. Már 4-8-18-as játékos vissza is érkezett alpontra, és próbálják levadászni az itt bujkáló FTP-s katonákat. Úgy néz ki, hogy sikerrel is jártak. Bár még van itt némi lövöldözés. Itt többi zászlónál van valami attrakció. Úgy dobtak nekünk egy füstgránátot, köszi gyerekek. Itt nem látni tőle. Ez a C pont, ez elég nehezen védhető, rengeteg bujóhely van, viszonylag nagy a húzózónának, a foglaló zónának a területe. Millió egy helyen el lehet bújni. Igen, a havon van még némi próbálkozás az FTP és a 8-18 részéről. A lépcsőházba jutott be néhány FTP-s játékos, és próbálnak felmenni a toronyba, de ott már várják őket, ha jól látom. Nem, sikerült nekik bejutni a toronyba. Igazából nagyon nehéz dolga lesz már az FTP-nek, rengeteg tiketet veszített, nem tudok beszélni. Tehát rengeteg tiketet veszített a kör elején, hogy most nagyon durván meg kell fogniuk a pontokat, ahhoz, hogy itt még legyen esélyük a kör hátra levő részében. Ami érdekes, hogy egyik csapat sem próbálta meg ledönteni, hogy csak kísérletet sem tett arra, hogy ledöntse a tornyot. Talán ez annak is köszönhető, hogy a legutóbbi patch ezt eléggé megnehezítette. Sokat nem rombolgattam lockeren, de úgy tudom, hogy korábban 3 C4-gyel le lehetett dönteni a tornyot, most már ez jóval több robbanóanyagra van szükség ahhoz, hogy bedőljön a torony. És igazából továbbra is C pontért küzdenek erőteljesen, míg A pontot birtokolja az FTP helyett. A 8-18 A és a C pont kezén, míg a B pont átkerült az FTP birtokába. Már A pont is villog, vannak ott is játékosai a 8-18-nak. És 10 tiket van hátra, pillanatokon belül vége a utolsó körnek az FTP és a 8-18 részéről. Na hát ez gyönyörű mérkőzés volt, úgy néz ki, hogy az a 8-18-nak feküdt jobban az infantris map, mindjárt kifaggatjuk őket erről személyesen.